Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával az Anime & Japan Critics. Mai adásunkban ismét egy szórakoztató, ugyanakkor fordulatos történetre szeretnék előrukkolni, ami nem más lenne, mint a Makai Ouji Devils and the Realist. A Makai Ouji műfajt tekintve a fantasy történetek világát erősíti. Maga történetünk legelőször manga formájában jelent meg méghozzá Madoka Takadono révén, aki végül 2009 és 18 között publikálta a 15 kötetes mangát. Végül azonban megjelent az anime is, a mai fő témánk, amelynek készítői nem mások voltak, mint a rendező Chiaki Kon, valamint a forgatókönyvíró Michiko Yokote, akik végül 12 rész formájában jelentették meg 2013. júliusa és szeptembere között a mi sztorinkat. Na de mi is lenne ez a kis sztori? Történetünk a 19. századi Britanniában játszódik, ott is egy fiatal, de előkelő származási fiúval, William Twininggal a főszerepben, aki Britannia egyik legnemesebb családjának a sarja, és egy híres magániskola egyik legkiválóbb diákja és prefektusa. Ugyanakkor nagy megrázkódtatásként éri, hogy gyámjas egyben nagybátyja eladósította családját, melyek után menekülni kényszerült. William egyedül marad ezek után, és csupán csak komor nyikjára Kevin Cecilre számíthat, aki később papként veszi át az iskola korábbi lelkészének helyét. Ám William hamarosan rádöbben, hogy fő problémái nem az e világból, hanem más világról fognak származni, melyeket a realisztikája révén próbál megtagadni. William ugyanis a bölcs király Salamon leszármazottja, aki 72 oszlopot teremtett a pokol démonainak leigazásával, és ezzel választó fejedelemmé tette magát a pokol királyságának élére. Fősünk hamarosan szembesül is sorsával, mikor találkozik az első démonnal, a pokol főhercegével, Dantalionnal, aki azért jön, hogy elérje, William őt válassza a pokol örökösévé, miután a király Lucifer mély álmát alussza. Azonban még az újabb démonok, papok és angyolok feltűnése sem riasztja meg Williamet, aki továbbra is tagadja egy másik világ létezését, ugyanakkor Salamon öröksége egyre nagyobb terhet ró az ifjúra, amelyet később osztálytársai Swallow és Isaac, valamint pár démon Dantalian, Citri és Camio is csökkentenek majd. Ám ellenségeik is szép számban gyűlnek, többek között papok és angyalok Mihály arkangyallal az élen, aki még a szenteket is beveti ebben a harcban, közöttük is Zsandárkot. Ám a pokol fejedelemségei is kiveszik részüket, ki ellenségként, mint Citri és Zsilé gazdája Balberis, ki a fiú hatalmának védelmében, mint Elgios és Camio ura Belzebub és Samael, s ki mint Salamon hűséges barátja, mint Dantalion és Lamia ura, Ástarosz. Ám hogy a történet hogy végződik, és hogy vajon Salamon avagy William sorsa mi lesz, azt rátok hagyom. Összességében nekem vegyes érzelmű volt ez a történet, amiben a démonok jobb személyiséget kaptak, mint az angyalok pozitív képet. Mindkét fél egyformán vegyes felfogású és egyformán megosztott volt, amit csak az uralkodó, a mennyben Isten, a pokolban pedig Lucifer képes irányítani. Ugyanakkor számtalan érdekes személyiséggel találkoztunk, közöttük talán Dantalion és Camio legérdekesebbek. Utóbbi démon létére egy halandó nőbe szeretett bele és védelmezte őt élete végéig, míg előbbi mindenét királyáért, Salamonért tette és áldozta fel, akit maga ölt meg korábban, hogy ezzel is megmentse a királyát önmagától. Mindamellett viszont figyelembe véve a történet karikatúrai szegénységét, kevés jellemfejlődését, amelyeket betétekkel próbáltak ellensúlyozni, 10-ből 8 pontnál magasabbra nem tudnám értékelni. Viszont ezek ellenére is megéri egyszer legalább megnézni a Makai Ouji Devils and the Realist-ot. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok ehhez a történethez. Sziasztok!